Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig újra a Tropical! És egy gyönyörűséges ősi romoknak a lábánál vagyunk, és csúszunk is át a feje felett, ugyanis a mostani részben igyekszünk ezt az ősi romot a lehető legjobban kiaknázni a turizmusnak a fellendítésével. Ez egy újabb rész a Tropicalból, és most a turizmussal fogunk foglalkozni. Na, ez most egy kicsit olyan tutoriálos hanglejtésű volt az a mondatom így utoljára, de hát nincsen vele szerintem semmi gond. Nos, mi az, amivel szeretném foglalkozni, amit már... Hogyha láttátok az előző részt, akkor tudjátok, hogy szeretnék kicsit a gazdaságra ráállni olyan szinten, hogy factory farmot akarok lerakni, de ide viszont kukorica kell. Tehát egy palántázót, ami kukoricát fog... Corn? Igen, ez itt egészen jó ez a terület, de oda már nem rakok, mert ott tere lesz turizmussal. Az a zóna, és talán úgy ide kellene lepakolnom ezt a részt. És Tropicalnak körülbelül ez lesz az a pontja, csinálhatjuk a dolgokat, Tropicalnak ez lesz az a pontja, ahol elszakadunk a földműveléstől, és tovább megyünk a turizmus irányába. El kell kanyarodjunk. Semmi gond. Oké, akkor ott menjünk tovább. És valahova ide egy dokkot kell nekünk leraknunk. Méghozzá eléggé szépen és gyorsan. Mondjuk itt keresztül kasul mindenen. És így kihasználjuk a tengerpartot. Jó, addig az út! Addig az út tökéletes lesz. Betonút van már mindenhol, úgy látom, hogy a földút annyira nem módi. De, itt módi. És ide is jön egy hajó. Hát nem tudom egyébként, hogy a távolság, amit megteszünk, mennyire lesz nehezítő körülmény. Victory, Presidente! With the help of my secret rain dance technique, I was able to defeat the drought. And it only took me 5 months. De jó! Első táncot jár! Nagyszerű! Van valahol tűz? Jól láttam? Ne, de! Itt van tűz! Itt van tűz! Eloltjuk. Nincsen tűzoltóságunk, az az igazság. Vagy csak kiadjuk a parancsot, hogy eloltjuk? Folyamatban van az oltás. Nagyszerű. Jó, lássuk, hogy milyen épületeket tudunk ilyen szinten felhúzni az emberkének. Most már vannak ugye apartmanjaink. És egyet jó lenne lerakni, nem nagyon van pénzünk. Nem nagyon van pénzünk, a hajóban mennek el. Ja nem, jönnek be. Oké. Okay. Ja, nem, mennek el a hajók is, nincs pénzünk. Ajajajajaj, de jó, megváltoztak most már a dokkok, a kikötőink is. Úgyhogy hát szerintem néhány hónapot azzal kell eltöltsünk, ott jön a hajó. Ott jön, és most már nem hatalmas, hogy kerekek hajtják. És itt pedig van, alig valami. Mínuszban vagyunk, addig amíg megjönnek a hajók, lássuk a kutatásokat. Na most. Amit tudunk, az olajat tudjuk finomítani, illetve még néhány képességet tudunk előtérbe helyezni. Repteret tudunk, supermarketet tudunk, Constitution Options. Igen, legyen az olaj, legyen a Constitution, utána pedig a supermarket. Vagy pedig a turizmus, és utána a reptér. Azt követően további technológiák lesznek, űrprogram. Wow! Gondolom ez lesz az egyik küldetésünk, hogy jussunk el az űrprogramig. Nukleáris program, 1-2, vagy nukleális, teljesen mindegy. Autógyár és nukleális erőmű. Nem tudunk rá kattintani, mert csak 6 lehet. Oké, akkor a tudományra egy picikét várnunk kell, és kicsit felgyorsítom a hajónak az érkezését, mert lehet, hogy eléggé nagy káosz van itt ezen a környéken. Nem nagyon küldenek nekünk pénzt, azt vettem észre, és itt most már, hogy bedokkolt a hajó, itt minimális változtatásokra van lehetőségünk. És behordjuk a rengeteg cuccot, 12 000 dollár, 11 000 dollár. Talán egy picikét várnunk kellene, itt alig van valami. Expected. Aha. Jó, jön itt befele, jön itt. Csak összetévesztettem, kerestem itt ezeket a szürke dobozokat, de látom, hogy ilyen kék ládáknak a segítségével juttatjuk el A-ból B-be ezeket a dolgokat. Na lássuk, mit mond a kis küldetés? Economy Hotel! Ó, nagyszerű, lesz egy Economy Hotelünk, valamint egy apartman akarok ide lerakni. De csúnya. Azt hiszem, hogy ott van a bejárat. Két bejárata is van ennek az apartmannak, és nézzünk akkor szépen ide a kabaretre.
Hamar akkor arra rápillantunk, és meglátjuk, hogy mennyi az elégedettség. Munkák, az nem valami jó, nem nagyon ízlik az embereknek. Egészség folyamatosan romlik, és a szórakozás is eléggé határvonalon van. De nem baj, mindent meg fogunk csinálni, ami az emberkénynek kell. Mi az, amit tudunk? Továbbra is a ház a legmodernebb. Az apartman és a háznak a minőségét szeretném, hogyha összehasonlítanánk. És hogyha minden igaz, a ház még így is sokkal, de sokkal jobb minőségű, mint az a brutális apartman, ami itt található, vagy itt lesz majd található. Kórházunk itt van? Itt van? 67/67, nincs elég emberű, 8/8, oké, jöhet még egy ember, tanuljatok, tanuljatok, gyerekek. Erőművünk pedig már szerencsére van. Tehát tudunk olyan fejlesztéseket csinálni a különböző gyárakba, amik energiát vesznek igénybe. Talán jó lenne egy kicsit fejlesztenünk. Pollution, az nem kell. A fenntartását, hogyha nem tudom, hogy mi az, amit fejleszünk. Oda kell 50, a modern idők szükségesek hozzá. Ez mondjuk szerintem a játékban egy bug, hogy régen csinálta meg, aztán most mégis azt mondja, hogy szükségünk van rá. 49 000 dollár, 52 000. Oké, rengeteg van a zsebünkbe, kezdenek az emberek ott bungalóba kifele települni. És úgy látom, hogy esik az eső, nem tudom, hogy meddig fog esni. Lassítsuk ezen az időjáráson. És kezdjük el felépíteni a turizmusunkat úgy, ahogy azt kell. Na most, azt hiszem, hogy valahol lenni kell egy olyan kikötőnek, ami a turizmusért felelős. Nem? Biztos, hogy nem a katonaságnál. Turizmus ilyen, itt kellene lenni valahol. Hotel van. Igen. Opera, szimpla szórakozás, ez is, az alapdolgoknál, dok. Na jó van, akkor keresgéljünk tovább, gondolom itt nincs, gondolom itt sincs, a rezidenciáknál sem, és víztisztító, ez nem lenne rossz, csökkenti a környezetszennyezést, ami által inkább leszünk vonzóak a turisták számára. Historic Inn, Cabaret Cabin Hotel, Country Economy Hotel. 8 csillagos. Hol vannak a gazdag turisták? Ja, itt van, hogy hány ember kell hozzá. Jó. Rendben. Nem nagyon látok több mindent. Viszont a part mentén szeretik, illetve emeszegletébe kitelepülni, és azt mondom, hogy az elsődleges dolgunk, ami itt lesz, talán egy ilyen kisebb településnek a lepakolása lesz a nagyon jó ötlet. Oda szeretnék egy parkolót építeni, és ezt a parkolót rögtön fel is húzom. Valamint ide is szeretnék egy parkolót építeni, hogy az embereink problémamentesen tudjanak eljutni a lakhelyüktől a munkahelyükig. Na lássuk az apartman. 52-es house quality és 47-es, tehát az apartman aktuálisan jobb, mint a sima ház. És 20 megawatt ráfordításával 15-tel tudjuk emelni, valamint ezeknek a házaknak pedig 10 watt ráfordítással 20-szal tudjuk emelni, tehát több energiát, vagy nem? Itt 8 családot tudunk ellátni, igen, itt pedig 2, 4, 6, 8, 10, 20 fő. 20-40 fő az, aki itt lehet, és jobban is szeretik. Oké, akkor rakunk le néhány ilyen apartmant, még mielőtt nagyon belefognánk. Gyakorlatilag semmit nem csináltam, aztán már eltelt majdnem 9 perc a játékidőből. Semmi gond! A Manisonoknak van a legnagyobb, 69-es, oké. Rossz a profit, amivel rendelkezik. Jó, itt már megvan az első építményünk, és én azt mondom, hogy a turistáknak rakjunk le gyorsan, azaz ne olyan gyorsan, de rakjunk le néhány hotelt. 8 ember, Cabana Village. Hány turistát? 12, 5, 2, ekoturisták, szlopturisták, family turisták, ó, nagyon jó. Na akkor mit szólnátok ahhoz, hogyha leraknánk egy ilyen eko, gyönyörű, egy ilyen látványosságot, mondjuk hotelt ide. És én megvárom, hogy az embereim kijöjjenek, mert az kicsivel olcsóbb lesz. Ezt követően szeretnék lerakni mondjuk ide egy ilyen családi fészket, egy kocka ott a dekorációnak, és utána az út. Ugyanis, itt van egy ilyen kicsi kert, és ilyen kis kertekkel itt szépen kicsit
emelem a minőséget. És el is vagy ott a pénzem technikailag, hogyha már csak az építőmunkásaimat kell megvárni, hogy sürgősen ide tolják az arcokat, ott már halmozó, jönnek ki fel az autók, úgy látom. Egyre több autó van. És annyira furcsa egyébként számomra, hogy elkezdtem ezzel a kukoricafarmmal, és még mindig itt van ez a kukoricafarm, gyakorlatilag a városnagomnak a peremén, mert a szíve az itt található. Igen, prioritását megnöveljük a két épületnek, azért, hogy ne legyünk annyira restek. És úgy emlékeztem, hogy van külön turistáknak szóló kikötő is. De ezek szerint nincs. Szuper! Olajat mostantól kezdve ki tudjuk aknázni mind a tengerről és szerintem mind a földből is. Ami nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Ide is lehet jó lenne lerakni egy ilyen parkolót, hogy az embereim még gyorsabban tudjanak, valamint növekedjen a minőség a munkahelyeknek, mert ez azt csinálja, nem? Azt hiszem, hogy az a parkoló azt csinálja. Így van, növeli a minőséget, és kezdenek el bungalóink lenni. 473 emberünk van aktuálisan tropikón, 68%-as elégedettség, és párhuzamosan kell haladnunk, hölgyeim és uraim, mert különben le fog csúszni az elégedettség itt tropikón. Le fog csúszni. Viszont a házaknak a segítségével, ezeknek az apartmanoknak a segítségével emelni tudjuk a minőséget, ez már alapból 52. Ez nagyon jó. Menüszonokkal 76, 69, ez miért 76? Fejlesztve volt? Ez fejlesztve van. 1000-be kerül és újabb 10-be. Fejlesszük! Aktuálisan most van pénzünk szerencsére, 27 000, nem is kevés a lóvé, amink van. És hogyha már jönnek ide az emberek, akkor mindenféleképpen valamilyen szórakozásra vágynának. Mondjuk egy szobákat kínálnak. Mondjuk egy beachside. Igen, ez itt nagyon jó lesz. Oda egy beachside-ot, és ezt a beachside-ot fel is építjük. Na már most, az én embereimnek szükségük van valamilyen lakhatásra, tehát én ide, ez milyen bánya? Ez uránium bánya. Szerintem egy lakrészt fogok csinálni az én embereimnek, az én falum lakóinak. Szerintem ilyen kisebb megmozdulásokkal. Hogy lenne jó? Így van egyenesen? Elég érdekes. Na most akkor ide szépen lerakok néhány házat. Nem tudom, mennyire fogom tudni finanszírozni. Egy-kettő házat aktuálisan, és ezt a két házat egybe fel is építem. Úgyis azok az emberek fognak ide költözni, akik itt laknak, mert hát miért lenne az idióta mondjuk itt, az operaházban, miért költözne oda? It seems I keep underestimating your capabilities. Wow! Economy Hotel, aztán kettő szórakoztató épület, vagy kapitalisták, vagy pedig pénz. Kettő szórakoztató épület, az nagyon-nagyon jó lesz. Luxury Entertainment, free, Luxury, azért fizetnem kell, hát mégis meg kéne. Akkor mi az, ami legyen? Beachside már van, cirkusz, az sem lenne rossz. Provides enough for citizen turizmus. Igen, kocsmát nem rakok le, ez ugye nem erről szól. Legyen egy étterem! Legyen egy szolid étterem itt a településen belül. Valamint én azt mondom, hogy egy cirkusz se lenne rossz. Nem tudom pontosan, hogy mennyibe kerül a cirkusz. De ide lerakjuk. Ide lerakjuk, és úttal kellene összekössük. Aha, hogy jól megcsináltam, semmi gond. Összekötjük így. Nem. Még kettő, ezt gyűlölöm a tropikóba. Őszintén megmondva, hogy nincs ilyen egy kockás épületlepakolás. Oké, jó. Akkor itt ezek már a turisták? Nem. Ezek az embereink, akik dolgoznak bent. Szuper! Oké, itt már vannak emberkéink. És lássuk, hogy mennyi turistát tudunk bevonzani. 12-t tudunk, eléggé mínuszban van. Hogyha valaki esetleg tudja, hogy hogyan lehet turistákat a szigetre vonzani.
A szója mindenféleképpen, mert nem hiszem, hogy ennél a doknál. Meg kell keresem, meg kell, biztos meg kell keresem. Itt van az áramelosztó. Dok. Turizmus. Airport, spa, hotel, beach, villa, hiszre, kabin. Termé, resport. Cruiser, ship. Hacienda, historia. Na. Nem tudom egyébként, hogyha semmilyen olyan épületet nem látok, amit dokra hasonlít, és fel tudnám használni esetlegesen. Kórház. Az jó lenne az a kórház. Az nagyon-nagyon jó lenne, úgyhogy fejlesztem egy kicsit ezt a részét is. A kolóniámnak. Ide lerakom, és mellé rakok egyből oda ide kettő darab kis szigetecskét, és jó lenne, hogyha a turizmus kicsit fellendülne. De persze várnom kell egy kicsit, hogy az emberek lássák, hogy hopp, van itt ilyen is. Oké, jönnek az építészeim. Ezt megcsinálhatjuk gyorsan. Jó. Á, elég sok embert kell foglalkoztassak, az az igazság. De nem költöznek ide, mert van parkoló itt a környéken. Az mondjuk egészen jó. Négy emberem fog dolgozni. És még hol a turizmus? I just survived an assassination attempt. Igen, akkor azt tudjuk, hogy mi újság van veled. Nem lehet, hogy át kell állítani valamit a dokba? Trade, demolish. Nem. Nemzeti park. Brutál nemzeti park. Egy erdős területet körbeveszünk. Semmi gond. Legyen egy dok. Ide egy dok. Nem hiszem, hogy túlságosan szép látvány lenne ide egy dok. Nem ilyen dokra lenne nekem szükségem. Szerintem most azonnal utána nézek, hogy mi újság van. Megvilágosodtam, hölgyeim és uraim, gyakorlatilag sima dokkot kell építenem, bármennyire hihetetlenül is hangzik számomra. Pedig jó lenne egyébként egy ilyen turista dokkot, ha le tudnék rakni, de akkor azt mondom, hogy ide lerakom ezt a csúnya dokkot. Nincs mit tenni. Arra szépen bekötöm. Ez pedig ide bekötöm. És ez a dok jöhet eléggé gyorsan. Fel is épültünk. Nagyszerű. Igen, igen. Sad news, Presidente. Leon na, Kane, megvan a 35 turista! 256 turistára van szükségünk, hogy megnyerjük a küldetést. Mentor Kane was a visionary. The finest mind of our order. Fantasztikus. Oké, nagyszerű. Nagyon boldogok vagyunk. 0 per 250, 12 per 12, 7 per 7. Most már csak annyi a feladatotok, drágáim, hogy tejeljetek, mint az állat. És mire van pénzünk? Erre most aktuálisan nincsen pénzünk. Az családi, ez már van. Kabinokat tudunk esetleg lerakni, vagy pedig country hotelleket? Hasedia? Igen. Wow. Micsoda látványosságok vannak itt, nagyszerű. Na, akkor mit szólnátok ahhoz, hogyha raknánk le ide egy ilyen kis, finom kis kaszinót? Egy ilyet. Ére. Nagyszerű. Ennek megemeljük a prioritását, közben azért lecsekkolom, hogy a térképen másik felébe hogy állunk. Így. Oké, csinálunk 10 kertet. Cabana Village. Rendben lesz 2 Cabana Village. Luxury Entertainment Building és a kapitalisták jobban fognak szeretni minket. Felvesszük az összes küldetést annak érdekében, hogy fejlődjön. Szuper! Választások jönnek és 67%-kal vezetem a választási... Magát a választást, azt akartam mondani. 61%, 39, 50 akármennyinél lehet elkezdeni aggódni. Ezt mi lenne, ha gyorsan felépítenétek, srácok? Ez 64%, az egészségügyet kicsit rendbe kell popozni. Igen, már nem igazán vannak, akik tanulnak, de még tele vagyunk tanárokkal. Szuper! Colossality, nagyszerű. 61-39, lehet, hogy adnunk kell ki majd a rendeletet. Almanakra vetünk egy pillantást. És elég rendesen visszaestünk. Mi az? Nem. Pont, hogy fölötte vagyunk mindennek. Pont, hogy mindennek 45-ös a munka lehetőség. Szuper. Ott
tele vagyunk alapanyaggal. Steel. Lehet, hogy Free Entertainment Building az nagyszerű lesz. Az nagyszerű lesz. Valamint az is nagyszerű lesz, hogyha Teamsterből le tudok rakni esetlegesen még egy épületet, és tudom kifele húzni a kolóniámat úgy, ahogy illik. Na most, mivel itt egy kisebb kolóniát szeretnék csinálni, és most van pénzem, azt mondom, hogy ide egy church-öt szeretnék lerakni annak érdekében, hogy az emberek el tudjanak jönni templomba, hogy a lelküket tudják ápolni a tisztelt papjai előtt. Nos, egy apartmant is le fogok ide rakni. Tudom, hogy nem annyira jól kinéző építmény, de nagyon sok emberemet fogom itt elszállásolni. Valamint annak érdekében, hogy legyen elég élelmiszer, ezért supermarket slice bread technológiát ki kell fejlesztenem, mivel itt kicsi a kolónia, ezért bőven elég lesz majd ide az étterem mellé egy ilyen hospitál, azt követően pedig egy grocery-t is szeretnék ide lepakolni. Azt hiszem, hogy eléggé komplex és átlátható, amit most itt tervezek ebbe a játékba. Igen. És igen, görvére húztuk, görbe lett, semmi probléma. Na, és ott van egy bungaló, érted? Egy bungaló. Nem baj, nem haragszok. Építsük fel gyorsan ezt az apartmant, hogy mindenki igénybe tudja menni. És le is fogom csökkenteni ennek a költségét, hogy eltakarodjon innen az a bungalós, mind a kettő. Igen, húzzatok a fenébe. Nem vagyunk rátok kíváncsiak. Ott nincs áram! Viszont egy áram elosztó segítségével ezt tudjuk orvosolni, ezt a problémát. Gyorsan fel is építjük. És bum, még mindig nincs áram, semmi gond. Akkor ide lerakjuk, ezt is gyorsan felépítjük, van pénzünk a gazdaságunknak köszönhetően. És most már mehetnek az emberek és szorhatják a lóvéjukat. Viszont nincsenek hotelek, ahova jönnek a turisták, és látjátok, ez a turista hajó. Ugyanúgy mindenhova megérkezhet, ugyanúgy mindenhova behajózhat. De van kettő ingyenes, így van. Még egy cirkusz talán, ez nem, egy kocsma, étterem, nemzeti park, és még egy ilyen beach site, ezt is lerakjuk. Ne, cirkuszt nem akarok rakni, az az igazság. Rakunk le egy éttermet, mit szóltok hozzá? Ide a kicsit kevésbé gazdag turistáknak. Az ott jó lesz. Felépítettük ezt a szegmensét is a szigetünknek. És úgy látom, hogy elég rendesen be fogjuk lakni ezt a területet is. Ez kicsoda? Ez hol dolgozik? Úristen! Nem hiszem el, hogy ide akar kitelepülni pontosan a településnek MS szegletébe. De hát ez egy ilyen játék, úgyhogy várunk egy kis pénzt, meg is kaptuk a lóvénkat, és szeretném a lehető legtöbb turistákat ellátó épületet letenni. Úristen! Ez nem olcsó! Ez minden csak nem olcsó! Oké, egy kockát hagyunk, nyomunk egy ervetűt, húzunk egy kis utat, szuper, húzunk így is egy kis utat, és oda pedig mellé közvetlen pakolunk le egy kis gardent mind a két oldalra, ugyanúgy, mint ennek a hotelnek. Azt szépen felépítjük, és hogyha jól emlékszem, van még néhány, amit le tudnánk rakni. Kabinokkal nem fogok foglalkozni, mert kettő család egy embert foglalkoztat, de nem hiszem, hogy túlságosan kelendő lenne, és a pénzünk is elfogyott, és meg tudjuk nyerni a választásokat, mert 71%-kal fényévekkel vagyunk a másik ember előtt, gyakorlatilag esélye sincs. Lucia Lá? Úgy hívják az illetőt? Hola! Hola! Hola bizony! Hát sajnálom, elhiszem, hogy katonás temperamentumod van, de az El Presidentét nem fogod lenyomni, mint ahogy látjátok, 70%-kal meg is nyertük ezeket a választásokat. Van egy finom kis country hotel, ami rá fog nézni erre a restaurantra, és hogyha jól tudom, többet nem is tudunk lerakni. Na, talán még egy ilyen Cabana Village. Egy Cabana Village. Hova rakjuk le? Itt nagyon jó helye lenne. Ezt a Cabana Village-et valahova ide kellene, de ide meg már nem tudjuk. Ide a luxus épület mellé, de bam, le is pakoljuk. Szuper! És szépen lassan épülni is fog ez a kis hotelekből, illetve turizmusból álló szeglete a kolóniámnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt sikerül összeszedni ezt a 250 turistát, ami biztos, hogy nem lehet egyszerű, de
Körülbelül 2 rész jósolok neki, és szerintem simán a zsebünkben van a győzelem. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, remélem Isten megtartja nagyszerű szokásatokat, és mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!